November 9-én szombaton egy különleges mártonnapi borvacsorára várták a vendégeket Veszprémben, a Villa Medici étteremben. Az est bor kínálatát Bot Gábor, a bortársaság Veszprém megyei képviselője állította össze, aki több ismert pincészet idei új boraiból szemezgetett méltó párokat az étterem séfjének különleges menüjéhez. Jó estét kívánok! Kedves vendégeim, kedves barátaim, szeretettel köszöntöm Önöket borvacsorákon, amit most összekötöttünk a mártonnappal. Amely csak a séfünk nagyon fantasztikus menőt állított össze. Főszereplői kizárólag Hábornak és Gábornak, úgyhogy ezeket a főszereplőket fogjuk Bot Gábor által hozott új borokban megúsztatni. Szeretettel köszöntöm Önöket én is. Az első bor azt hiszem már érkezik is, és ez Figula Mihály zenítje lesz. Ugye mindegyik 2013-as bor, tehát új borokról beszélünk, és itt az évjáratról is szólni egy pár szót, amit töltenek a fiúk. Az utóbbi, Tokajban azt mondják, hogy az utóbbi 50 év legjobb évjárata, mi itt a Balatonfelvidéken, meg a többi borvidéken is inkább azt mondjuk, hogy minden esetre a 2011-es és a 2012-es jó évjáratot is felülmúlja. Tehát nagyon örülünk neki. A 9-es évjáratot azt majd akkor tudjuk meg, hogy felülmúlja, hogyha megértek már a borok. Tehát az új borból még nagy következtetéseket nem lehet levonni, de ezek már sokkal fejlettebb és szerethető borok, mint általában az új borok szoktak lenni. Az est menüsora valóban csupa-csupa szárnyas ételből állt, így a liba tepertő krémet a második körben a házilag füstölt liba mellfilé követte, amihez szintén egy különleges bor társult. Az új borok közül nekem mindig ez a kedvencem, nem csak azért, mert a Szentmártonhoz a legtöbb köze van. Igazából ez a Tanonhalmi apátságnak a Szent Martinus küvéje, ez is egy fehér bor lesz. Ez Király Ájka és Tramini házasításából áll össze. A Littai Zsolt, ő a Gáti bornak a tanítványa volt, és a lelké viseli, hogy a Tanonhalmi apátság tehát egy ilyen nagyon-nagyon elit és magas színvonalat képviseli a borászatban is. De nem régóta beszélünk Tanonhalmi borokról újra, a Vencés apátság az ugyan 1000 éves, de a borászat az csak 10-valahány éves. A Gáti bor tervei alapján épült egy nagyon furcsa, egyedülálló borászat, mert senki nem épített hasonlót, mint a Tanonhalmiak. Egy függőleges pincéről van szó. A teljesen mesebeli dűlőkről lehet beszélni Tanonhalma esetében, mint a széldom, a pacalló dűlő, papszökő dűlő, és ezeken a löszös talajokon nagyon szépen vivít a Tramini is, például, ami ennek a bornak a felét adja, és a királylányka is, ami az illatait adja. Bár a libamáj szelettel kiegészített szarvas gombás csicsóka krémleveshez nem járt bor, de az utána felszolgált sütőtökös bulgurral körített vadkacsa sülthöz dupla meglepetés is társult. Mind a kettőbe kapnak rozét, majd ne keverjék össze, hanem mind a kettő Pinot Noir rozé lesz, de mind a kettő másik pincészettől. Tehát az egyik Kúria és a Takár Ferenc rozéját fogják kapni. Mind a kettő Pinot Noirból készült 2013-as új rozé. Tehát ez egy érdekes összehasonlítás. Ritkán szoktak az emberek ilyenbe belemenni a játékokba, hogy egyszerre 3-4 ugyanolyan évjáratú, ugyanolyan fajta bort kóstoljanak egyáltalán. Ez most egy kis játékra ad lehetőséget, hogy,
hogy egymás mellett kóstolgathatják, és eldönthetik, hogy melyik termelő áll közelebb a gyermek szívéhez. A Montolcsi Sárályék egyeken egy nagyon nagy fejlesztésbe kezdtek, óriási új pinceágat és új technológiát építettek be most a pincéjükre. Az ő borászuk a Nérés Sándor, aki Ausztriából jött haza direkt a Montolcsi Sára kedvéért és a pincészet kedvéért. Az ő kedvenc fajtája a Pinot Noir. Vörösben is érdemes megkóstolni, különböző az egyik Pinot Noir, majd ezt alkalmunk. A legjobb Pinot Noirok közé tartozik az országban, de ez a River Rosé, ez is nagyon szépen hozza a fajta jelleget, tehát tudom, hogy egy megosztó fajtáról beszélek. A bordói típusú emberek nem szeretik ezt a fajtát, talán túl idegen a magyar ízvilágtól, tehát sokkal jobban a tannikos Cabernet Merlot irányba lettünk nevelve régen, de hál' Istennek szépen fejlődik magának a Pinot Noir fajtának az életútja. Itt az asztal után beszéltem arról az előbb, de önöknek is megosztom azt, hogy annyira azt kérte életet ért ez a szegény szempárton, hogy ő a többi szerzetessel ellentétben a saját szerzetes rendjén belül nem fogyasztott bort sem, viszont rengeteg gyógyítás tartozik az ő onda körében, tehát a szenteknek mindig följegyezték az életútjában, hogy mitől váltak szenté, és többek között a csodálatos csodatételek, a csodatétel száma, mert egy gyógyításokért, és azt feljegyezték kifejezetten Mártonnal kapcsolatban, hogy borral viszont gyógyított. Tehát a bort azt felhasználta a gyógyításaiban. A Tatler Ferenc pedig szexárdan termeli ezt a Pinot Noir. Neki amúgy kétfrankos rozéja van egész évben, tehát ez most csak ebben a karácsonyi tartó ünnepkörben lesz kapható ez a Pinot Noir rozé. Hamar el szokott folyni, mert nagyon népszerű. Hát javaslom, hogy játszanak egy kicsit azzal, hogy melyik ízlik jobban, mert további jó ütlenül. Természetesen a levezetésként felszolgált sajtában nem volt szárnyas. Ennek ellenére a szekszárdi Dúzsi Marci mégis fokozni tudta a mártonnapi hangulatot. Most pedig a sajtomhoz egy vörösbort kínálnak majd a barátaim, mégpedig a Dúzsi Tamásnak a Marci névre hallgató vicces kis könnyű vörösborát. Ugye a Szent Mártonnak a becenere a Marci. Nem. A korán érő kékszőlőkből, a Blauburgerből és a Zeigerből lehet ilyenkorra már kész vörösbort készíteni. Ezektől nem kell olyan sokat várni, mintha nagy Egri, vagy Soproni, vagy Villányi, vagy Szexárdi vörösborok lennének, tehát egy Szexárdi ugyan, de nem a nagy borok közé tartozik, hanem kis vicces vidám borok közé. Amúgy ezt minden ilyen libatornál elmondom, hogy amit mondtam, hogy a Mártonnapnál régebbre tekint vissza maga az ünnep, ez egy terményünnep, arról szól, hogy végre vége a betakarításnak, és minden terményünk a kamrában, vagy a pincében van már, de biztonságban, és jól sikerült, akkor azt meg kell ünnepelni, és ilyenkor meg kell kóstolni az éppen kiforrott új bort, tehát itt Kárpát-medencében ilyenkorra lesznek kész, kóstolható boraink. Fogadják
szeretettel a Duzsi Tamástól ezt a kis porcint. Ő amúgy Rozéról híres, ugye ő a nagy Rozé király, de most a Vörös Borát szerettem volna megmutatni önöknek. További jó ötlet! Nos, a ludláb torta sem ludból készült, de a hozzáadott bok különlegesség viszont szőlőből, így a lúd és a bor a menüsor végén ismét sikeresen találkozott. És akkor még egy bor van hátra a ma estére, a nem igazán desszertbor, viszont az ország talán legismerte borászának az új bora. Ő 1987-ben kezdett el borászkodni, és azóta is folyamatosan nagyon magas minőségben teszi ezt. Bok Józsefről van szó Villányban, aki talán ő kezdte el először a mártonnapi újbort készíteni. Szent Márton Portugízernek hívja a vörösborát. Tehát Villányban egy 2013-as kétoportó, amit már nem hívhatunk kétoportónak az uniós csatlakozás után, csak portugízernek. Ezt találtuk ki a Veszelben, ez lesz a záróborunk ma estére. Talán nem kell bizonygatni, hogy a vendégek igazi ludas hangulatba kerültek az est végére, ezért is adott esélyt a Villa Medici arra, hogy ezt egy szerencsés résztvevő otthon is folytathassa. Így mindenki izgatottan várta a konyhakész liba kisorsolását. Elérkeztünk az egyik fénycsapjához az estének. Kisorsoljuk a libát. Ha valakit érdekel a liba, akkor egy kicsit figyeljen ide, mert a nevét nem fogja hallani. Föléjünk a liba, és most Gábor jól megkeveri, én oda figyeljétek, bejelöltem az összeset, és kihúzzuk azt az egy kis nevet, aki nem más, mint Andrea. A S betűvel kezdődik a vezetékben, aztán A betű, és aztán nem bírom kiolvasni, most H betű vagy K betű. És egy Y. Elhangzott egy ötlet, hogy legyen második helyzet, és a második helyzetnek én fölkínálok egy üvegbort abból, ami tetszett ma este, úgyhogy akkor húzunk még egyet, ezt is van. Én kérem elítkezni, hogy ő húzza, mert én ajánlom fel a bort. Itt van Éva. Kedvet kapott ahhoz, hogy egy ilyen boresten részt vegyen a vidék egyik legjobb éttermében, akkor nagyon gyorsan vegye fel a kapcsolatot a Villa Medici programszervezőivel, hiszen a decemberi borest vendége az igazi lapföldi Mikulás, jó lopukki lesz.